Újhegyi Gyula vagyok. Pályafutásom során végig a filmszakmában dolgoztam, vagy legalábbis, amikor nem teljesen, akkor is nagyon közel hozzá. Egy olyan témát fogok most feszegetni, ami kapcsolódik a volt szakmai pályafutásomhoz, mégpedig a film és a lemez kapcsolatát szeretném. Nem túlságosan részletesen, csak néhány évszámot szeretnék leszúrni. Helyzetjelző karóként egyik oldalon is, a másik oldalon is, és szeretném megmutatni, hogy ez a két médium mennyire kézenfogva járt a hajdani időkben, és hogy tényleg szinte együtt töltötték a gyerekkorukat, és mennyire, milyen hatással voltak egymásra. Elsősorban inkább a filmtechnikai érdekességekre fogok fókuszálni, és csak megjegyzem, hogy akkor a hang rögzítés technikában mi történt. A mozgókép és a hang rögzítése az régi vágyáma az emberiségnek, de ragaszkodván egy kicsit a íróasztal mellett ülő akadémikusaink kritériumaihoz, amely próbálja határok közé szorítani, hogy mikortól nevezünk valamit annak, ami. Így például, ha azt nézzük, hogy fejlődött ki a hanglemez, akkor általában mindenki a 1877-es fonográf szabadalmi bejelentéssel kezdi, de ugyanakkor, ha valaki előadást tart a mágneses hangrögzítésről, általában az is először a fonográfot fogja említeni, mint egy induló aktust, vagy induló eseményt ahhoz, hogy valamilyen hangot, emberi hangot, vagy bármilyen hangot rögzíteni tudjunk. Nos, ugye ez így volt a filmezés területén is, amikor a 1870-es évek elején, pontosabban 1872-ben egy Muybridge nevű angol úriember fényképész lévén mozzanat felvételeket készített a lovak vágtájáról, mert neki el kellett dönteni egy olyan kérdést, ami egy fogadás tárgyát képezte állítólag, de nagyon sokak szerint ez csak egy hozzá költött mese volt. El kellett döntenie, hogy van-e olyan pillanat a ló vágtájának mozgás sorozatában, amikor a ló lába egyáltalán nem éri a földet. Na most erre aztán ez a Muybridge nevű ember készített először 1872-ben egy 12 képkockás fényképp sorozatot, úgyhogy letett a út mentén 12 különálló fényképezőgépet, az exponáló, az árszerkezetet összekötette vékony zsinórra, az út másik felén rögzítette, és a lovak, amikor elhaladtak, megrántották a zsinort és exponáltak. El tudta dönteni Muybridge az eldöntendő kérdést. Hozzá kell tenni, hogy 6 évvel később ő ezt pontosabban 5 évvel később ezt az egészet megismételte, mert technikailag nem volt megelégedve. Egyrészt a fényképfelvételek felbontásával, 5 év alatt azért fejlődött valamit annyira a fényérzékeny anyagok felbontása, hogy jobb minőségű képeket tudott csinálni, de nem így lemérte, mert a második felvételnél már 24 kamerát helyezett el, és 24 felvételt készített. Ezt az egészet csak azért meséltem el, mert ez 1877 ben történt ez a második felvétel, és ugye 1877 a fonográf szabadalmának a bejegyzési éve, tehát ez a készfogás, ez már is megvan, ha nem is a lemeznél, és nem is a mozgókép felvételnél, de azért az előd tevékenységeknél már is megvan a készfogás. A definíció ugye a mozgó felvételre az, hogy azt nem különálló kamerákkal kell végezni, hanem egyetlen kamerával, egyetlen objektíven keresztül kell vetíteni a képet, és egy olyan készüléket kell alkotni, ami képes arra, hogy másodpercenként bizonyos számban váltsa a fényérzékeny anyagot a fényképező optika mögött, tehát egymás után sorozat felvételeket tudjon készíteni. Először erre 1888-ban került sor, tehát még mindig nem vagyunk 1895-nél a Lumière testvérek 1895 decemberi kávéházi vetítésénél, mert nem ez volt az első mozgókép vetítés, de az akadémikusok jelentették, hogy csak az tekinthető mozgókép közvetítésnek, ami nyilvánosan és belépődi ellenében bemutatást
teszt, tehát ez az 1895-ös bemutató, ez megfelelt ennek, nyilvános volt, és ott Párizsban, abban a kávéházban belépőjegyet szedtek pénzért. De ez az 1888-as ominózus felvétel, amit én most említek, egy Louis de Prince nevű, valószínűleg francia származású, de Angliában élő, szintén érdekes módon fényképész úriember készítette, és egy óriási technikai bravúr volt, mindössze 22 másodperc körüli felvételt készített, és a kedves kis családja a családi ház bejárata előtti placon karon fogva körbe-körbe sétáltak. Ennek a felvételnek az az érdekesség, hogy már 12 képkockát készített ez a bizonyos felvevőgép, tehát ez már nem 12 gép volt egymás mellett, hanem a 12 felvételt egyetlen egy gép készítette egy másodperc alatt. Az érdekessége még az továbbá, hogy nem filmre, akkor még a filmet nem szabványosították, az 2 év múlva Edison lesz az, aki szabványosítja a filmfelvételt, szabványosítja a 35 mm-es filméretet, szabványosítja a képméreteket, szabványosítja a másodpercenként felveendő képszámot, most ezekbe nem menjünk, nem mennék bele, mert tényleg hosszú lenne. Valamint érdekessége még ennek a Louis de Prince-féle felvételnek, hogy nem filmre, hanem fényérzékenyített papírcsíkra készült, és a papírcsík szélén még nem a filmen megszokott kis téglalaphoz közeli perforációs lukacskák voltak, hanem kör alakú lukasztás volt, ebbe kapaszkodott be valószínűleg. Arról sincsenek feljegyzések, hogy ez villa továbbította, mint ugye a kamerák nagy részében, vagy valamilyen ilyen egyéb Mátai keresztes, vagy bármilyen más rendszer. Sajnos ez a készülék nem maradt fent, csak mintegy 2 másodpercnyi felvétel ebből, ami az interneten meg is tekinthető. Az 1888-as dátumot azért emeltem ki, és ezt az egész mesét azért meséltem el, mert ez az évszám egy évvel későbbi, mint az 1887-es Emil Berliner féle barázdás hanglemez bejelentési, szabványbejelentési évszáma. Ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, de hát valószínűleg igen, hogy a Berliner féle szabvány először nem Beethoven szimfóniák vagy bármilyen zeneszámok rögzítésére jelentetett be, hanem a játékipar használta föl, mert ez a szabvány kezdetben ilyen 12-13 cm körüli átmérőjű kemény gumi korongokra rögzítette a hangot, cinklemezbe vésték a hangot, majd erről egy acél apa készült, amiből a gumilemezbe anyát préseltek, és játék gögicsélő babákba, beszélő babákba, mekegő kecskékbe és egyéb ilyen játékokba tették bele. Lényegében ismeretlenségből aztán az 1898-as Sherlock hordozó megjelenése húzta őt ki. Ugye hát a Sherlock megjelenésével már aztán elindult hódító útjára az akusztikus hanglemez. Még egy dátumot mesélnék el, az az 1904-es év, és megmondom, hogy miért említem ezt az évet, ugyanis a 1904-es Lipcsei vásáron állítólag, ez is az internet adata, a Lipcsei vásáron mutatták be először a kétoldalas Sherlock lemezt, addig egy oldalra rögzítették a Sherlock lemezeken a műsort, ettől az időponttól kezdve rögzítik két oldalra. Az 1904-es év viszont, ugye most beszéltem már a 1895-ös, ugye a mozi születéséről, azt most vegyük így, hogy beszéltem róla, igen, ez volt 1895 tekinthető a mozi születésének, a néma film már a kezdetektől fogva tiltakozott az ellen, hogy ő néma legyen, és sorra születtek azok a megoldások, amelyek valamilyen formában ugye hangot, vagy legalábbis valamilyen hangulati aláfestést akartak. Ugye így született meg a mozizenész szakma is lényegében, mert hát a néma filmek elé mozizongoristát, moziorgonistát, sőt a nagyobb mozi helységekben kisebb zenekarokat is alkalmaztak. Egészen addig, ameddig valaki
fel nem vetette azt, és ez éppen Maybridge volt, a nevezetes Maybridge, aki a low felvételeket készítette, hogy mi lenne, hogyha Edison fonográfiát valahogy összeházasítanánk a filmvetítőgéppel. Na, megszülettek az első ilyen próbálkozások, aztán ugye az, ahogy a Sherlock lemez megjelent, ugye a fonográf kikerült, mert elég nehézkes rendszer volt, sokkal könnyebb volt ugye a Sherlockra préselt lemezeket valamilyen formában a vetítőgépekhez szinkronizálni. Nagyon sok ilyen megoldás létezett szinte Európában, ahány ország, annyi. Ezek a Phonos Cinema Theater-ök, ezek elárasztották az országokat. Olyanok volt, hogy Vivafon, Kronofonográf, Fonoráma, Szinkroszkóp, és az egyik legnevezetesebb az a német Biofon eljárás volt, amely akusztikus lemezre felvett, aláfestő konzervzenéket használt. A vetített kép valamilyen fajta aláfestéséhez. Ez azért volt a Biofon említésre méltó a többiekkel ellentétben, mert a Biofon rendszer úgy működött, hogy a helyszínen áramgenerátorok termelték az áramot a vetítőgépek és a lemezjátszóknak is, és az így ezek az áramgenerátorok által termelt áram egyfázisban, illetve hát szinkronban tudta tartani, miután arról táplálták a vetítőgépet is, meg a lejátszót is, tehát a lemezlejátszót is, hogy alapjában véve szinkronba tudta tartani a vetítőgépet és a lejátszót. Az összes megelőző rendszerekkel azért a szinkronitás terén volt probléma, ezért a tudományos kategorizálás ezeket a próbálkozásokat nem hangos filmként említi meg, hanem hangzó filmként ez a elnevezés fonosodott meg. Na most a következő évszám már én ígértem, hogy nem fogok nagyon részletes ugrásokat és apró ugrásokat feltüntetni, az a 1920-as évek közepe, ugye amikor már a rádiócső felfedezésével, a kondenzátor mikrofonok felfedezésével megszületnek ugye a keverőpultok, és megszületik az elektromechanikus lemezfelvétel, amely óriási lendületet ad a film meghangosodása felé. Legemlítésre méltóbb, a legsikeresebb eljárás ezen a téren a Vitaphone nevű mozgófilm hangosítási eljárás volt, amely barázdás hanglemezre épül. A Vitaphone cég 1924-ben alapul meg, és az első ilyen Vitaphone eljárással hangosított film a Don Giovanni volt, majd 1927-ben ugyanezzel az eljárással készült a Jazzinger, a jazzénekes című lemez. Na most a filmtörténet, a filmtechnika történet ezt tartja az első hangos filmnek, holott ez nem igaz, ugyanis a Jazzinger nem volt végig szinkronfilm. Volt benne egy néhány perces dialógus, ami tényleg szinkronban volt, ezen kívül voltak benne effektek, amik vagy a helyükre kerültek, vagy nem, és volt egyetlen egy mondat a főszereplőhöz, amit ilyen narrációként a közönségnek intézett, de attól függetlenül a Jazzinger nem volt szinkronfilm. Az első igazi végig szinkronfilm az a 1928-as New York Árnyai című, New York Fényei című film volt, és hát gyakorlatilag a Vitaphone eljárás 1926 és 1931 között élte a fénykorát, mindössze 5 év adatott neki igazából, mert 1931-ben már a német Tobias Klang megjelentette a film. Parancsolsz? Nem. Ja, csak a szúnyogokat. Azt kérem, ha nagyon unalmas, akkor feltűnően és hangosan ásítozzatok, kérlek szépen meneteket. Tehát a Tobias Klang már fényhang feljegyzéssel készítette a filmjeit, így például 31-ben Magyarországon a Kék Bálvány már ilyen hangfeljegyzéssel készült, tehát optikai hanggal készült. Érdekesség
csupán érdekességként mondom el, hogy ettől függetlenül azért a két rendszer még sokáig élt együtt, körülbelül 1937-ig, mert ugye figyelembe vette a forgalmazók és elsősorban a mozisok óhaját, akik egyszerűen képtelenek voltak 10 év alatt ennyi pénzt fektetni abba, hogy átálljanak ugye a biofonról a vitafonról aztán a fényhang feljegyzéses filmekre. Úgyhogy az ő kedvükért még nagyon hosszú éveken keresztül még a fényhangos filmeket is vitafon lemezekkel kísérték. Na most mesélnék egy kicsit a vitafon lemezekről, mert az talán érdekel titeket, mint hanglemez rajongókat. A vitafon szakított ezzel a 25-30 centis átlagos, ugye, ami előfordul most nálunk gyűjtőknél mérettel. A vitafon lemezek 41 cm-es átmérőjek voltak, és nem 78-al forogtak, hanem 33,1-os percenkénti sebességgel. Na most ugye ez sebességben csökkenés jelentett, ami ugye a frekvencia átvitet rontotta volna, ám de nagyon szellemesen a vitafon azt csinálta, hogy a középső méretet először is azt csinálta, hogy középről kifelé játszotta a lemezt, és a középső méretet ott, ahol a aktív barázdák elkezdődtek, azt 7 incsre jelölte meg, az olyan 17 cm körül van, tehát jóval kintebb van, mint a általunk annyira szeretett 78-as lemeznél. Ez volt az egyik. A másik, a minőség emelésére az volt, hogy belülről indította a lejátszást, ezt két okból tette. Egyrészt azért tette, mert azt mondta, hogy ugye a tű kopik. Na most ugye, ha belülről indítom a lejátszást, akkor az én tűm a belső köröknél még nem annyira elhasználódott, de kívül, amikor már a külső köröket játsza, akkor már lehet valamelyest kopott, mert ugye a szögsebesség megnövelődik, és ugye a kerületi sebesség növelésével ugye a frekvencia átvitel is javul. Így a vitafon elérte azt, hogy átlagosan 4,5 kHz-es átvitelt tudott állítólag biztosítani, ami azért szerintem, nem tudom, szerinted ez abban az időben szerintem egy nagyon jó érték lehetett egy mozi átvitelnél, de ez van az interneten. Én azt mondom, hogy ez annak neki. A másik ok, hogy belülről indították, az meg az volt, hogy ugye mindnyájan tudjuk, hogy a 78-as lemezeinken is azért mennyire figyelni kell, hogy megmarkolom azt a hangszedőt, és akkor benézem azt, hogy arra a 4, maximum 5 mm-re pontosan rá tudjam tenni a hangszedőt, viszont a vitafon lemezeken belül ugye viszonylag nagy hely volt, hiszen ők megnövelték a belső körnek az átmérőjét minőségjavítás érdekében. Ott egy dedikált startpontot jelöltek meg, ami bele volt préselve a lemez, hogy oda kell tenni a gépésznek a tűt, és ami még érdekesség, hogy a biofonnal ellentétben, ahol ugye az áram frekvenciájával próbálták azt elérni, hogy tehát egy gyakorlatilag elektronikus tengely volt a két gép között, a vitafon lejátszó a gépházban úgy volt, hogy ott volt a vetítőgép, és mellette egy kardán tengely lógott ki, hogy úgy mondjam, a vetítőgépből, lógott át a lemezjátszóhoz, és egy közös tengely mozgatta a két leolvasó egységet. A gépésznek be kellett fűzni a dedikált startkockát a képkabuba a vetítőgépen, rá kellett tenni a tűt a vitafon lemezen arra a helyre. Egyszerre volt kénytelen indulni a két gép, és végül is azt mondják, hogy a vitafon, teljesen hangos vitafon lemezek kockapontosak tudtak lenni. Hát abban az esetben, ha nem szakadt el a film, nem kellett kivágni belőle mondjuk 10 kockát, mert bedarálta a gép. Hát olyankor volt probléma. Először sellakra készültek a vitafon lemezek még a kezdetben, utána a rugalmasabb, kevésbé kopó hordozókat választották, praktikusan vinilt vagy ahhoz hasonló hordozót. Állítólag a vitafon technikára 3-4 ezer fős cinema hodályokat építettek, és képesek voltak jó minőségben hanggal beszórni ezt a hatalmas területet. Azért beszéltem ennyit a vitafon technikáról, mert a vitafonnak van egy mai
korunkra és a mai napokra is átnyúló része, ugyanis 1991-ben megalakult a Vitaphone Project, ami a mai napig is él. Részesei a Kaliforniai Egyetem, az Amerikai Kongresszusi Könyvtár, benne van az angol filmintézet is, technikával, technológiával, konkrét munkával, melóval, tehát ami a restaurációt illeti, és pénzügyileg is támogatja a projektet. Miért alakult meg a projekt? Azért, hogy felhívást intézzen a hanglemezgyűjtőkhöz, hogy elsősorban a világháború és ugye a technika fejlődése révén, ugye ez a technológia azért előbb-utóbb kiszorult a gyakorlatból, hogy a gyűjtőkhöz kikerült, jó állapotban lévő, és esetleg a filmarchívumokból hiányzó Vitaphone hanglemezeket be tudják gyűjteni azért, hogy ezek a filmek teljes körűen, tehát ezeket digitalizálni tudják, és lehetővé váljon a képi és a hangi teljes körű restauráció ezeknek a filmeknek. Tehát ha valakinek szerencséje van Vitaphone lemezt birtokolni, bárhogy amerikai nagybácsi küldte, vagy fene tudja, akkor nézze meg, azt hiszem erkölcsi kötelességünk megnézni, fent van egy hatalmas nagy adatbázis, hogy milyen Vitaphone lemezeket találtak már meg, állítólag 2016-ig mintegy 6500 Vitaphone lemezt regisztráltak a gyűjtők, és ebből olyan 120-150 körüli filmet, és ebből 12-15, tehát majdnem a 10%-át tudták, ezek nagy játékfilmek voltak, tudták restaurálni a hanglemezgyűjtők segítségével. Én azt gondolom, hogy minden hanglemezgyűjtő erkölcsi kötelessége, ha van ilyenje, akkor keresse meg a projektet. Én csak ezért meséltem ezt el. Amit én hoztam, az nem egy Vitaphone lemez, hanem egy Polydor Cinema lemez. Képzeljétek el, amikor Ágostonnak én elmondtam, hogy talán egy ilyen kis nem túl hosszú színeskét mondok ebben a témában, felmentem az internetre, és beírtam, hogy Polydor Cinema. Megtaláltam a Polydort, ugye tudva levő, ki is hozta, hogy a Polydor ugye 1924-ben vált szét a Deutsche Grammophonból, kivonták az angol részvényt belőle, 24-ben Angliában önálló cégé alakult, stb. Polydor Cinema, semmi. Na most ezen az elmúlt héten, a hét elején mondtam, hogy összerakom már a jegyzeteimet, fölmentem újra, és képzeljétek el, 3 vagy 4 bejegyzés volt. Most mondja azt valaki, hogy a Google nem tanul. Biztos vagyok benne, hogy valahol azért valamilyen mesterséges intelligencia, vagy éppen emberi erővel regisztrálják azt, hogy mit keresnek a Google-ban, és ha valamit érdemesnek találnak, én ezt így tudom elképzelni, lehet, hogy nincs igaza. Na mindegy, szóval találtam adalékot a Polydor Cinemára, és ez teljes mértékben egyezik abba azzal, amit a lemezbe benyomva találtam, ugyanis a lemezbe be van nyomva az 1900-as, 29-es évszám, copyrightolva, tehát hold biztos, hogy ez már elektronikus hangfelvétellel készült. Ugye 1929-ben már voltak keverőgépek, ha máshogy nem úgy, hogy volt a keverőpult, rákötve 5-10 darab hanglemezes bejátszó volt, a technikus elkészült a kotta, hogy mikor kell belépni ennek első, második, harmadik, negyedik lemezjátszónak, a keverőpult végére rákötöttek egy direktvágót, és ez rögzítette a kevert hangot. Tehát majd meghallgatjátok a lemezt, és kérem, hogy több szempontból is figyeljétek. Az egyik szempontot én elmondom. Az én véleményem szerint, ugyanis a lemez címe az, hogy a vonat érkezése és indulása. Ne felejtsétek el a címet, a vonat érkezése és indulása. A második észrevételem, amit elmondok, és ezt konkrétan figyelhetitek, én szerintem az a rész, ahol a vonat elindul, és egyre gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban megy, az egy zajbrigád által elkészített valami, vagy zenekari közreműködéssel. Biztos, hogy nem helyszíni felvétel, mert egy vonatra egy lemezvágót nem lehet bevinni, már csak fizikai okok miatt sem. És a lemez második része egy a vonat
megállásakor egy állomás hangokból álló egy ilyen kevert rész, hallatszik a kalauznak a hangja, a sípszó, a leszálló utasok kiabálása, stb. Ez nem egy zenei élvezet, ez egy technikai érdekesség. Szeretettel bemutatnám. Igen. Volt egy magyar mondat, szervusz Johnny, figyeltétek? Ezt eddig nem fedeztem fel. Bocsánat, szeretnék szót kérni. Tiéd a szó. Sajnos. Gyere, tényleg gyere ide, Tibor, kérlek. Sajnos az a tek, az egyik szakmán vasútgépész technikus és gőzmozdonyvezető. Nem mondod? Halljuk. Hát ezt mondom, ez zajbrigád. Egyértelmű. Igen, ez zajbrigád. Egyértelmű. Viszont egyet meg kell hagyni, hogy mint keverésnek az akkoriban. Igen. Az effekt. Igen. Még a mai követelményeknek is megállja. Igen, így van. Köszönöm szépen. De a gőzösre sajnos. Igen. Igen. A másik, ugye az volt a címe, az van ráírva németül, beütöttem a applikációba, lefordítottam, nem tanultam németet az iskolába, hogy a lemez címe vonat érkezése és indulása. Szerintem ez vonat indulása és vonat érkezése. Na csak ennyit a pontosságról. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Öröm volt. Ha meg akarjátok-e hallgatni a másik felét? Ne húzzuk az időt, gyerekek. Ugyanaz van rajta. Hát felfedezték, hogy az a praktikus, hogyha egy tekercshez egy lemez, és állítólag ezek a lemezek, legalábbis a Vitaphone lemezek állítólag 20 lejátszást bírtak. Én azt gondolom, hogy ismerve a gépészeket, én meg dolgoztam moziban is, ismerve a gépészek lelkismeretességét, volt biztos, hogy 20 lejátszással 25 teszt, bocsánat, szarrá lehetett tenni egy lemezt. Hát mi volt akkor a praktikus? Megfordították. Ugyanaz a... Így van. Szervusz, Johnny! Johnny? Azt hiszem Johnny. Zoli? Szervusz, Louis! Louis? Louis! Szervusz, vagy Zoli, vagy... Louis. Szervusz, Louis! Louis. Jó.